Egy az ifjúság körében végzett felmérés eredménye szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és Nyíregyházán több fiatal próbálja ki a kábítószereket, mint az ország más pontján. Az önkormányzat ezért is tartja fontosnak azt, hogy tegyen azért, hogy a városban a fiatalok tisztában legyenek a kábítószer használat reális veszélyeivel, és ne nyúljanak a droghoz. Nyíregyházán a kábítószerügyi egyeztető fórum a szakemberek, a rendőrség és civil szervezetek összefogásával nyújt segítséget ahhoz, hogy a fiatalok ne váljanak drogfogyasztóvá. Számos oka lehet, amiért egy fiatal kipróbálja, de úgy véljük, hogy sokszor a kíváncsiság. Sokszor az, hogy kitöltsék az unalmas órákat, sokszor az, hogy feszültséget vezessenek le, sokszor azért, mert a másik is ezt csinálja, azok, akikkel együtt vannak, és azért szeretnénk alternatívákat mutatni, hogy a másikkal, a társával másfajta programokat is lehet csinálni, ami űzi az unalmát, csökkenti a feszültségét, és ez a kíváncsiságát is kielégíti, hiszen van egy csomó olyan tevékenység, sporttevékenység, amiről legfeljebb csak felületesen tud, de amikor kipróbálja, gyakorolja, akkor egészen más ismeretekre, tapasztalatokra tesz szert. Március 23-án Nyíregyházán szertelen napot szerveznek. A drogprevenciós rendezvényen a Váci Mihály Kulturális Központban az érdeklődők hallhatnak rendőrségi beszámolókat, találkozhatnak gyógyult szerhasználókkal, megnézhetik a Gina című filmet, megismerhetik a segítő civil szervezetek munkáját, és tréningeken is részt vehetnek. A délelőtt 11 órától délután 3 óráig tartó programra a fiatalok mellett a szülőket is várják. Egy olyan 30-40 évvel ezelőtt a drog még nem volt ennyire népszerű itt Magyarországon, meg egyáltalán a hozzájutás is nagyon nehéz volt, és drága is volt, most már viszont nagyon könnyű és olcsó, úgyhogy a 40-es, 50 éves korosztály nem igazán tudja sem a jeleit annak, hogy néz ki egy drogos, sem a lelki állapotot, és ezért várjuk a szülőket is, hogy tanuljanak ők is, tudják meg, és tudják követni azokat az alternatívákat, amit ott a szakemberek felajánlanak. A szertelen napon többféle szabadidős tevékenységet is kínálnak a fiataloknak. A Váci Mihály Kulturális Központ előtti szigeten színpadi sport és tánc bemutatók várják az érdeklődőket, de a VMKK épületében többek között nyelvi klub, filmklub és médiakör is bemutatkozik.